A hét csúcspontja az, amikor úszni megyek, és szoktatom magam a hűvös vízhez. Az egész testem ilyenkor kemény lesz, átjár valami enyhe viselgés. Minden tempó újabb lökést ad, és órában át siklok így a vízen. Aztán lemasszíroztatom magam. Hosszú márvány lépcső vezet fel a teremig, ahol csak függőnyökkel vannak elválasztva a boxok. A férfi, aki csinálja, nem épp az esetem. Először, amikor ott álltam a hosszúkás fehér pannál, és mutatta, hogy csak feküdjek föl, nem hittem, hogy ebből valami jó kisúrulhat. Emlékszem, a műből nagyon hideg volt, a testem pedig még enyhén vizes. Lehúzta a hátamról a törölközőt, önkéntelenül is zavarba jöttem. Fészkelődtem is kicsit, de csak annyit mondott, hogy feküdjek nyugodtan. Nem mozogjak, mert csak is úgy elmondani. Annyira tompa hangon mondta ki, látszólag minden érzéstől mentesen, hogy hideregni kezdtem, és csak vártam, hogy megismétlődik az a kellemetlen érzés, de aztán valami más jött. Amint hozzám ért, viseregni kezdtem. Először csak a hátamat öntötte el a forróság, ami lassan szétterült, egészen mélyen, a lábam körül érve, és éreztem, hogy széthúzza a testem, hogy fekszem, mint egy kő, és mégis élek. Aztán lassan mindenhová kiterjedt. Amikor vége lett, alig bírtam felállni. Tudtam, hogy tudtam. Nem is volt vita. Rá se kellett nézek, hogy tudjam, arra gondol, hogy egyszeresen visszafeküdnék, és akár a többszörösét is kifizetném annak, amit a pénztárban kifizettem. Vagy akár más is odaadnék. Nem is tudom. De lehet, hogy csak én gondoltam ezt. Azt hiszem szégyenkeztem, amiatt, hogy tudtam lényegileg. Azt csinál, amit akar, illetve azt tehetne velem, amit csak akar. Majd elhúztam a függőt, és kiértem. Na és a férjem?